Gyermekvédelmi szakmai napot tartottak Egerben. Médiaépítészeti díjat nyert a Gajatetői kilátó. Tündéravató Gyöngyösön a Tündérkert óvodában. Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! Gyermekvédelmi szakmai napot tartott a Heves megyei kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztálya, melynek fő témája a családsegítőket érintő jogszabályi módosítások voltak. A szakemberek szerint pozitív változásokra készülhetnek az ezen a területen dolgozók és az ellátást igénybevevők is. 2016-tól például több mint háromszorosára nő a hazánkban található gyermekjóléti központok száma. Minden gyermeknek joga van a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődésre szükséges figyelemhez és gondoskodáshoz. Ezt a védelmet és ezt a gondoskodást teremtik meg a hátrányos helyzetűek számára is a családsegítő központok és gyermekjóléti szolgálatok munkatársai. Most még párhuzamosan, 2016-tól azonban együtt, ugyanis jövőre egyesül a két intézmény, család és gyermekjóléti szolgálat néven. Egyebek mellett ilyen jogszabályi változásokról esett szó a megyei kormányhivatal gyámügyi és igazságügyi főosztálya által szervezett gyermekvédelmi szakmai napon. Dr. Pajtók Gábor kormány megbízott azt mondta, a változások célja, hogy az ezen a területen dolgozók hatékonyabban tudjanak együttműködni. Ahogy a közigazgatás más területein, itt is az volt a cél, hogy az ellátás mentesülje a megjelenő intézmény párhuzamoságoktól, ezáltal hatékonyabbá és átláthatóbbá váljon az intézményi rendszer. Dr. Pajtó Gábor hozzátette, az egyesülés forrásemeléssel is jár. Jövőre a kormány döntése nyomán ezen a területen a támogatás 460 millió forinttal fog növekedni. Fontos változás, hogy létrejönnek az önkormányzati fenntartású család- és gyermekjóléti központok, így a korábbi 48 helyett országosan már 198 központ fog működni. A szakemberek szerint az is fontos, hogy a gyermekjóléti és családsegítő jelzőrendszer jobban kiélesedjen, vagyis a felmerülő problémákat hamarabb észleljék, így megakadályozható a gyermekek elkallódása. Ennek érdekében kötelezővé tennék az iskolai és óvodai szociális tevékenységet. Szeretnénk a 2018-ban, ez már nem jellegelés kérdése lenne, hanem valóban erőforrás nyújtásával ténylegesen széleskörűen elterjedten és óvodában is, tehát óvodai és iskolai szociális segítő tevékenységet lehetne folytatni. Az EMMI Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások főosztálya 2016-ban várhatóan olyan pályázatok kiírásába kezd, amelyekkel a család- és gyermekjóléti központoknak adnának támogatást az iskolai és óvodai szociális tevékenység megkezdéséhez vagy folytatásához. Egy áruházból próbált italt lopni az a gyöngyösi lány, akit eltűnés miatt keresett a rendőrség. Tegnap délelőtt a város egyik áruházában érte tetten a biztonsági őr azt a 16 éves helyi lakost, akiről rendőrségi igazoltatáskor kiderült, hogy ellene körözést rendelt el az egri rendőrkapitányság eltűnés miatt. A gyöngyösi rendőrkapitányság lopás miatt indított eljárást a fiatalkorú ellen, akit kihallgatás után a gyermekvédelmi intézménybe vittek. Lezárult egy korszak. Utolsó nyitott napját tartotta a hatáspont tanoda, amelyen összefoglalták az elmúlt időszak eredményeit, valamint a tanoda jövőjéről is említést tettek. A több mint 30 hátrányos helyzetű diáknak abban segítettek másfél év alatt, hogy felzárkóztassák tanulmányaikban, és az eredmények azt mutatják, hogy sikeres volt a projekt. A tanárok és a tanulók is szeretnék, hogy folytatódjon a program, ezért a jövőben újra pályáznak majd erre a lehetőségre. Egyes diákok akár 60%-kal is jobban teljesítenek a program indulásához képest. Ez derült ki a hatáspont tanoda projektzáró rendezvényén, ahol értékelték a másfél évet, valamint az elért eredményeket. A tanulók főként Gyöngyös kistérségéből érkeztek. Az 56 jelentkező diákból összesen 30 hátrányos helyzetű fiatal tudtak bevonni a programba. Ez az utolsó nyitott napunk a hatáspont tanodában, ami egy támogatott projekt, tehát az Európai Unió támogatásával valósult meg. De amit tudni kell róla az, hogy 30 hátrányos helyzetű diáknak nyújtottunk támogatást abban, hogy ne essenek ki iskolából, be tudják fejezni a tanulmányaikat,
október 31-én ér véget a projekt. Nem csak a projekt keretein belül, de az iskolában is sokat javítottak az átlagukon a gyerekek, és a program során kirándulásokon, képzéseken vehettek részt. A szervezők abban bíznak, hogy jövő nyárra sikerül majd újra nyitni a tanodát, és az addig megszerzett tudás jó alapul szolgál majd az újabb információk megszerzéséhez. A között mondjuk mérhető különbség van, látva a tesztekből, hogy mondjuk milyen az, amikor valaki nem járt magyar órára, csak az iskolában vesz részt, és mondjuk ide még eljön plusz alkalmakra, ott sokkal nagyobb a fejlődés. Az már a tanulón, meg hát leginkább a szülőn is múlik, hogy utána akar ezzel foglalkozni. Tehát vannak olyan szülők, akiknek ez annyira fontos, hogy mondjuk otthon is szennek időt a gyerekükre. Bálint csupán pár hónapot járt a tanodába, mégis úgy érzi, sokat tanult az elmúlt időszakban. Nagyon hasznos, mert sokat fejlődtem, és tudásomat átképeztem az iskolába, úgyhogy nagyon szerettem ide járni, és szeretném mindenkinek megköszönni, aki befogadott engem. A program végén ruha és élelmiszeradományokat osztottak szét a megjelent családok között. A gajatetői kilátó lett a média építészeti díj épület kategóriájának győztese. A díj célja, hogy minél több ember figyelmét irányítsa a kortárs magyar építészet legkiválóbb alkotásaira. Az átadót Budapesten tartották, ahol az ország vezetői nyomtatott és elektronikus médiájának képviselőiből álló zsűri, illetve közönség szavazatai alapján választották ki a legkiválóbb kortárs magyar épületeket. A gajatetői kilátó az ünnepélyes átadó után. Ez az épület vitte el a győztes díjat a média építészeti díj átadóján Budapesten. A díjnak két kategóriája van, az épületek és a tervek kategóriájában lehetett nevezni, immár 11. alkalommal. Egyrészt egy média zsűri, másrészt a közönség szavazatai alapján választják ki a kortárs magyar építészet legkiválóbb alkotásait. A zsűrinek a díját is ez az építmény nyerte, és a közönség díját is ez a kilátóhoz felépület kategóriában. Ez egy nagyon rangos és fontos rendezvény volt számunkra, és nagyon lényeges ennek a kilátónak a elismerése is. A kilátót két magyar építész tervezte, akik építészeti szempontból is rendkívül érdekeset alkottak. Az úgynevezett hegyi bivakszállás az ország legmagasabban fekvő szobája, amely egyszerűségével mégis rendkívül modern, árammal és wifivel van ellátva. Kovács Csaba volt a vezető építész, Vasa Ezenáron pedig az építész, és hát ők ketten tervezték ezt a Gaja kilátót, aminek az érdekessége az, hogy egy meglévő kilátónak a magasítása, mint úgy oldottak meg a tervezők, hogy megmaradt tulajdonképpen ennek az épületnek a régi, jellegzetes mátrában használt kő bazalt építménye is nagyon jól látszik. Az egyedülálló 360 fokos panorámát biztosító, csaknem 1000 méteres magasságban lévő tetőterasz megközelítése egy új, kettős közlekedési rendszeren keresztül lehetséges, melynek kialakítása a torony koncepciójának egyik legerősebb eleme volt. A versenyre egyébként több mint 60 versenymunka érkezett, ebből választották a legjobb épületnek a kilátót. Több mint egy tucat fellépővel várták a népzene rajongóit és művelőit a harmadik visontai népzenei találkozóra. Idén tárogató és citera művész is volt a fellépők között. Molnár László tárogató muzsikája volt az egyik különlegessége az idei népzenei találkozónak Visontán, amit már harmadik alkalommal rendeztek meg, Szálamadár Ágrul Ágra elnevezéssel. 2006-ban elindult nálunk egy kulturális egyesület néven egy civil szervezet. Ennek az egyik csoportja a Visontai Népdalkör, és olyan színvonalas muzsikát, hagyományőrzést csinálnak, hogy úgy döntöttek, hogy szeretnék megmutatni másoknak, illetve nagyon sok helyen fölléptek, és szeretnék a vendéglátóikat visszahívni, ezért találták ki, hogy akkor legyen Visontán is népzenei találkozó. A legtávolabbról az egercsehiek érkeztek, de jöttek népzenészek népdalkörök Gyöngyösről, a Jásságból, Gyöngyös Halászról, Karácsondról, Csícséről és Gyöngyös Orosziból is. A házigazda visontaiak a közös éneklés öröme mellett a hagyományőrzés újraélesztésének fontosságát emelték ki. A 70-es években volt Visontának már népdalköre, igaz, alig 3 évig működtek, felkerestük a régi asszonykórus tagjait, és ő általuk indult be ez az egész. Olyan emberek csatlakoztak hozzánk, akik ugyanúgy szeretik a népdalokat, mint bárki más,
és ez a kis csapat működik 2007 óta. A népdalkörök és népzenészek között akadt más különlegesség is. Szőke Sándor citaraművész előadása. Tündéravató ünnepséget tartottak a Tündérkert tagovodában, melynek keretein belül az intézmény nagy csoportosai műsorral kedveskedtek a szeptemberben óvodát kezdő kicsiknek, valamint szüleiknek. Ezzel a szervezők azt szeretnék elérni, hogy minél könnyebben menjen a beilleszkedés a gyerekek számára. Az idei tanévben 34 kis csoportossal bővült az óvoda. Egy színdarabbal, versekkel és dalokkal készültek a nagy és középső csoportos óvodások a tündéravató ünnepségre, melyet minden évben az újonnan érkező kicsik tiszteletére rendeznek meg több éve. Az idén már 9. alkalommal rendezzük meg az óvodánk befogadó ünnepségét. Ilyenkor az újonnan érkező kis csoportosokat fogadjuk be, minél könnyebben beilleszkedjenek, és a mi Tündérkert óvodai közösségünk, gyermekközösségünk betartozzanak. A maci csoportos gyerekek régóta készülnek erre a napra. Ezúttal egy állatokról szóló darabot adtak elő. A vikillót! Simatam benne a csalókarúka! Az óvodavezető és a pedagógusok szerint is nagyon fontos egy ilyen ünnepség, mert itt sokkal könnyebben illeszkednek be a kicsik, és a szülők is megismerhetik az óvoda mindennapjait. Érzik, hogy ehhez a közösséghez tartoznak, a szülők is megismerik jobban egymást, a gyerekek is először találkoznak így együtt minden gyerek ezen az ünnepségen, és látják egymást. A hagyományoknak megfelelően idén is kendők átadásával történt meg a tündérek avatása, melyet a nagy csoportos sok és az óvónők kötöttek a kicsik nyakába. A Hevest megyei játékvezetői testület Gyöngyösön tartotta ez évi továbbképzését. Az általános oktatási téma mellett napirendre került a csapatok és az őket körülvevő közönség, időnként feszült kapcsolati problémája is, aminek középpontjában előfordul, hogy a játékvezető áll. A megyei szinten nagyon nehéz, a társadalmi problémák érződnek a mérkőzéseken is, egyre nehezebb vezetni a mérkőzéseket, ugyanis a feszültségeket oda viszik ki a játékosok is, a vezetők is, és nyilván a játékvezető a szükséges rossz a mérkőzésen, viszont igyekszünk a háttérben maradni és megoldani a feladatokat. Heves megye a játékvezetők terén az ország vonalához tartozik. Középmezőny elejében vagyunk, azt kell, hogy mondjam, hogy ami örömteli, rengeteg fiatal tehetség jelentkezik, minél fiatalabb utánpótlásból van bőven, Gyöngyös környékéről is van 3-4 olyan tehetséges játékvezető, aki később magasabb szintre is vihet és működhet. Az eseményt Hisz György Gyöngyös polgármesterre nyitotta meg, aki büszke arra, hogy a megye jelenlegi legjobb játékvezetői Gyöngyösön élnek. Itt a mai továbbképzés, ami először van Gyöngyösön, tényleg örömmel adtunk helyt, és remélem azt, hogy ez a felkészülés is öregbíti a Heves megyei labdarúgó játékvezetőkor tekintélyét, hiszen olyan játékvezetők fémjelezték a megyét valamikor, mint Púl Sándor, most pedig Farkas Ádám, aki azt gondolom, hogy most már nemzetközi szinten is megmutatta, hogy nagyon felkészült és jó, és kedves neje szintén, mint női bírók között, és férfi mezőnyhez is vezet. Ezek nagyon szép dolgok, és örülök neki, hogy mind a ketten gyöngyösiek és öregbítik a város hírnevét. A játékvezetői utánpótlás telén jól áll a megye, jelenleg is több országos kerethez tartozó sípmester irányítja a mérkőzéseket. Farkas Ádám és felesége Urbán Eszter pedig a nemzetközi porondon is igyekszik megállni a helyét. Nem lesz népszavazás a boltok vasárnapi zárvatartásáról. Korábban magánszemélyek, pártok és szervezetek is aláírásgyűjtésbe kezdtek volna, amelyeket a Nemzeti Választási Bizottság megtagadott. A kezdeményezések közül az egyik a vasárnapi munkavégzés kiskereskedelmi szektorra vonatkozó tilalmáról szóló törvény megsemmisítésére, a másik arra vonatkozott, hogy a vasárnap mindenki számára legyen pihenőnap, és egyetlen üzlet se tarthasson nyitva. A harmadik pedig arra, hogy törvény ne korlátozhassa a kiskereskedelemmel foglalkozó üzletek nyitvatartását. Szigorodik az e-cigaretta használata. Az olvasható a kormány.hu-n.
A törvényszervezet szerint elektronikus cigarettát csak ott lehet használni, ahol dohányozni is lehet. Ezen kívül a jövőben nem csak dohányterméket, hanem e-cigit és utántöltő flakont sem szabad árusítani automatából. A tervezet az egészségügyi bírság összegét változatlanul hagyja. Most pedig nézzük, hogyan alakultak a nap végén a budapesti értéktőzsde főbb részvényei. A Magyar Telekom 382, a MOL 13136, az OTP 5533, a Richter 4625 forinton cserélt gazdát. A tőzsde hivatalos indexe a BUX 21624 ponton állt, ami a legutóbbi értékéhez képest 227 pont csökkenést jelent. Az aktuális végén pedig híreink következnek egy-egy mondatban. Gyermekvédelmi szakmai napot tartottak Egerben. Médiaépítészeti díjat nyert a gajatetői kilátó. Tündéravató Gyöngyösön a Tündérkert óvodában. Önök Gyöngyös és térsége híreit látták kedden, köszönöm megtisztelő figyelmüket. További szép estét, a viszontlátásra!